Ezeket a várakat Szaladin nem is akarja elfoglalni. A szíriai lovagvárak története és az építmények különlegességei elevenedtek meg a Zöldtanyán. Az Attila napi hagyományőrző találkozón Franta Dezső utazási élményeiről mesélt az érdeklődőknek. A Fehérvári Hagyományőrző Ijász Egyesület ebben az esztendőben is képviseltette magát a programon. A szervezet egyik női tagja 3 évvel ezelőtt szeretett bele ebbe a sportba, bár Rost Teréz azt mondja, az íjászat nem csak testedzés, hanem egyfajta hagyományőrző életforma is. Igaz, hogy egy kicsit férfiasnak tűnik, de én igazából erősnek érzem magam, és ez egy ilyen bizonyítás saját magam számára, hogy igenis, én is meg tudom csinálni. És végülis voltunk versenyeken is, most már egész jó helyezést értem el. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház, a Gáspár Attila Zöld Kerekasztal Egyesület és az IELSZ Egyesület 2005-ben szervezte meg az első hagyományőrző találkozót. Azóta évente többször is rendeznek hasonlót. Ez a terület tulajdonképpen arra is alkalmas lehet, hogy nem csak a természeti értékeinket tudjuk itt bemutatni vagy megőrizni, hanem hát a történetiséget is. A hagyományőrző találkozón Egyed Istvánt is vendégül lettek, aki ragadozó madaraival érkezett a természetvédelmi területre. A Solymász bemutatóval kábráztatta el közönségét.